20 hónappal az évszázad tragédiája után újabb erős földrengés volt Japánban. A Richter-skála szerinti 7,3-es rengés központja ugyanabban a térségben volt, ahol tavaly márciusban a földmozgás több 10 méteres cunamit okozott és megrongálta a fukushimai atomerőművet. A mai földrengést Japán északkeleti és középső részén is érzékelték, de a természeti csapás ezúttal nem követelt áldozatokat. Tsunami riadót rendeltek el Japánban, miután helyi idő szerint késő délután földrengés jelentettek a partok közelében. A veszélyeztetett zónában felszólították a lakosokat, hogy azonnal hagyják el az otthonaikat. A szökőár ezúttal messze elmaradt a tavalyi katasztrófától. Az egy méteres hullámok a rengés után 45 perc alatt érték el a partokat. A földrengés epicentruma Miyagi tartomány partjaitól 240 kilométerre, 10 kilométerrel a tengerfenék alatt volt. Ugyanebben a térségben történt a 2011 márciusi 9-es erősségű rengés is. A percekig tartó földmozgás több száz kilométerrel délebre Tokióban és környékén is érzékelték. A tavaly súlyos katasztrófát szenvedett Fukushima 1-es erőművet üzemeltető cég közölte, hogy az újabb földmozgás nem okozott problémákat a leszerelés alatt álló létesítményben. A reaktorokat nem érte károsodás. Egy rövid időre megszakadtak a munkálatok, de most már újra rendben folyik az erőmű reaktorainak hűtése, közölte a fukushimai erőművet üzemeltető cég szóvivője. Károkról és sérülésekről egyelőre nem érkeztek jelentések. Számos japán a Facebookon és a Twitteren érdeklődött ismerősei holléte felől. Az internetes portálokon arról is beszámoltak, hogy Tokióban a legtöbben még a rengés alatt sem szakították félbe a munkájukat. A tokiói kormány bejelentette, hogy a természeti csapás miatt nem hívtak össze válságülést, de a földrengés után a pártok átmenetileg felfüggesztették a december 16-ára kiírt választások kampányát.